ebédem egy olyan ételt, mert régen be akarok mutatni, és sose jutottam oda, hogy elhozzam, mert ott volt mindig megettem. De most elhoztam. Kérem szépen, a legfinomabb mákos kalács, amit itt lehet kapni. Egy ilyen gyönyörűséget nézzétek meg. Egy ilyen gyönyörűség. Lengyel, mazsolával, aszaltgyümölcsökkel, mazsolával, citrommal, citromhéjjal. Hú! Nagyon szépen. Ez... Mákot nem sajnálták belőle. Ez tejjel. A legfinomabb. Hú, ez nagyon ott van. Nézzetek már! Nézzetek már! Húha! Finom! Csak azzába lehet kapni. Az majd külön lengyel pult. Pultok is vannak, ahol lengyel terméket lehet külön csak vásárolni. Nem is egy olyan pult van ott. Ami csak lengyel. De van egy külön kiszolgáló pult is. Csak lengyel termékeket adnak. És pénzszágos light tejjel. Igen. Ez azért ott van. Ennél csak én csinálok jobb mákos kalácsot. Nem bejzőt, mert bejzőt nem tud csinálni, egy kalácsot. Ugye a kalács az tél tésztából van, a bejzőt meg zsíros tésztából. We need to make a step, but eat your food first. And after we make a step in that. Hogy azok már meg?
mindjárt bajárásba. Kettő van, mondom, megrajálok, még jön a következő mixer. Fogadok, hogy délbe forduljon a következő mixer, nem fogadok. Majd szünet az úszik.
kápó. Ez a művezető csávó, ez tipikus kápó. Ez egy tipikus kápó.
beton, fasza. Körbe sértődött, de itt a beton. A másik gépet a túloldalra basszáltam arra, meg én betonozunk, az igazat betölteni. Yeah,
Later. Az a helyzet, hogy eljutottam már arra a szintre, nem szólok semmiért, megcsinálok minden, csak magamban morgok. Fejetlenség, ostobaság, értelmetlen munka. Nem számít. Harcol a profit felé, leszalom, a szólok úgyse jó. Már régen megtanultam, hogy nem kell, nem szabad szólni semmilyen. Ez egy faszabeton.
akkor folytatom egy órája félbehagyott ebédemet. Persze megjött a kitaláltára, hogy körbe kell tölteni, mert csak fél év volt körbe töltve. Utána megjött a beton, ebédidő mondja elmúlik. Gratulálok!